elkövetni szabad. Volt, aki sietve érkezett vasárnap a paksi polgármesteri hivatalba, szeptember 2-án időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak a 2-es számú választókörzetben. A megüresedett képviselői székbe ketten jelentkeztek, Ulbert Sándor a Fidesz-KDNP, valamint Szarka Sándor a Munkáspárt jelöltje. Szeptember 2-án reggel 6 órától két szavazókörben várták a választókat. 2076 választópolgár volt ebben a választókerületben, amiből 300 heten jelentek meg, ez 14,5%-os részvételt jelent, meglehetősen alacsonynak mondható, bár a hasonló tegnap megtörtént időközi választásokon is, ahogy néztem, hasonló volt a részvételi arány. A szavazatok leadása az alábbiakban történt, tehát a 307 választópolgárból egy adott le érvénytelen szavazatot. A 306 érvényes szavazat közül a Fidesz-KDNP jelöltje 289, még a Munkáspárt jelöltje 17 szavazatot kapott. A győztes jelöltet 94,4%-os többség támogatta. Ulbert Sándor az eredmények kihirdetése után híradónknak azt mondta, köszöni a választók bizalmát. Mindenkinek köszönöm. Hát vannak bennem azért vegyes érzelmek, hogy őszinte legyek. Büszke vagyok arra, hogy közel 95% lett, de én azt hittem azért, hogy magasabb lesz a részvétel mindenféleképpen. Én 20% fölé most látom, hát sajnos ez nem jött össze. Hát van miért dolgozni, az biztos. Egy az, hogy azért, hogy legközelebb választásokkor lényegesen többen menjenek el szavazni, és még meg kell győznem azt a maradék 5%-ot is. A választás eredménye 3 nap múlva jogerőre emelkedik, ezután megnyílik az út a megbízó levél átadása előtt. Ulbert Sándor a soron következő képviselőtestületi ülésen esküdt tesz, onnantól kezdve pedig gyakorolhatja a képviselői jogait.